8% alá 7,9%-ra csökkent az infláció novemberben, derül ki a KSH adataiból. A kormány szerint jó ütemben halad a pénzromlás mértékének visszaszorítása. Közben kiderült, már a 4000 milliárd forintot is meghaladja a költségvetés hiánya. A stúdióban Bot Péter Ákos. Itt van még Varga Mihály bejelentése is, egy bank korábbi elnöke itt van velem szemben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Témánk annyi, mint igen a csillag, úgyhogy gyorsan vágjunk is bele. Itt van ez az infláció, ugye 9,9 után most 7,9%-os lett az infláció. Én már a múltkori adatnál is kérdeztem, hogy véletlen lehet? Hát most megint ott az a 9 a végén, azért hangsúlyozom, mert furcsa. Hát igen, legutóbbit nevetgéltünk az asztalnál, hogy tele volt 9-essel a magyar gazdaságpolitika, infláció is, meg a MNB-nek a deficitje. Az, hogy lefele megy az ütem, az teljesen várható volt, mások azért is, mert az egész világban lement, Európában már lényegben nincs infláció, tehát az a 2-3%, ami van ott, az normális. Tehát nem importál az ember be inflációt, ha a forint erős. Na most ugye a beszélgetés óta az történt, mikor itt voltam 4 hete, hogy a forint meglepően erős maradt. Mondjuk nem annyira meglepő, mert nagyon magas a kamatszint, még mindig kicsit lejjebb ment, de mindig nagyon magas, mert a románhoz képest kétszerűen magas, vagy a lengyelhez, a csehhez. Hogy meddig marad, azt nem tudjuk, mert a Nemzeti Bank viszi lefele, és akkor most jön az a része, hogy a kormány befolyásos tényezői, a Nagy Márton miniszter úr mindig elmondja, hogy le kell vinni a kamatot, és akkor viszont nem tudjuk, hogy az az erős forint, az segít-e. Ugyanis, aki megnézi ezt a 7,9-et, az elég furcsa az összetétele. Ugye már bejátszották, és már mosolyogtak is rajta, hogy van egy nagy mínusz 30%-os tétel. Hát az nagyon le tudja húzni az indexet, hogyha a háztartási energiáért ennyivel kevesebbet fizetünk, mint tavaly ilyenkor. És persze nem tudjuk, hogy ez a szám stimmel-e, hát ezért folyik most a szakmai vita a statisztikusok között, és ebből lesz még egy-két kanyar, gondolom, mert ez a számítási módszer nagyon furcsa. Mi a furcsa benne? Ugye, amit ön említ, Mellár Tamás, Katona Tamás, ők a KSH korábbi vezetői azt mondják, hogy csak azért lett 9,9% a múltkor is, mert egy újfajta számítást végeznek, egyébként 11-12% lenne, és közben nem csak nekik nem tetszett, ez úgy tűnik, hanem az Eurostat is bejelentette, hogy tárgyal a KSH-val, és közben, hogy még egy picit bonyolítsuk, ugye a magyar sajtó azt állította, hogy egy vizsgálatot indított az Eurostat, a KSH-re kiadott egy közleményt, hogy ez nem igaz, ez határozott. Konzultáció. Igen. Én nem tudom, ezt a részét én nem figyelem, az csak annyi ide tartozik, hogy úgy mérik a inflációt, nem könnyű mérni. Hát ugye én például mérem a kakaós csigán. Azon szoktam látni, hogy mennyivel megy fölfel. Az egy termék, de van rengeteg termék, ezért a KSH vesz mondjuk 1000 terméket, és megnézi, ha ugyanazt vesszük, és most a ha fontos, ha ugyanazt vesszük most, mint egy éve, két éve, most mennyi az ár, elmennek a felírók, és felírják, hogy mennyi az ár, és akkor abból összeszorozzák a súlyokkal, hogy hány százaléka megy a jövedelemnek kakaócsigára, mennyi megy gyűszűre, és mennyire mondjuk gázszámlára. És akkor most jön a gond, hogy 1000 terméket így mérnek, ezt a kettőt, a áramot és a gázt nem így mérik, hanem úgy mérik most, hogy a háztartások, amikor fogyasztanak, egyik részük az, a fogyasztás egyik része az kedvezményes, de amikor többet fogyaszt, akkor 7-szeres ára van, ugye, mert ugye megugrik a számlázás, és ezért ki kell számítaniuk, hogy meg kell becsülniük, hogy vajon a magyar átlag fogyasztónak októberben mennyi volt az olcsó, meg a drága fogyasztás. A nagy kérdés az újságírók számára az, hogy miért kellett ezen most változtatni ilyen nagy hirtelen. Nyilván ezt majd megtárgyalja a KSH és igen, az Eurostat is. Igen. Menjünk tovább, ugye ma tette közé a pénzügyminisztérium a november és az első havi 11 havi költségvetési és államháztartási gyors jelentését. Hát a hiány több mint 4000 milliárd, az azt jelenti, hogy 120%-os lyuk tátong a büdzsén. Hát az eredetihez képest. Az eredetihez képest. A megemelthez képest. Hát ahhoz nem, de nagyjából már a harmadszor emelt, mert hogyha jól emlékszem, 3,5-re jutottunk el 5,2%-hoz. Kell ehhez negyedszer is most akkor hozzányúlni? Hát az éves tervhez már nem vannak decemberben nagy értelme hozzányúlni, de hogy belefér-e... Úgy hozzányúlni, hogy nem ennyi lesz? Na, tehát belefér-e ebbe a tervbe, azt a fene se tudja.
Ami az elmúlt három évben történt, az brutális mértékű költekezés decemberben. Tehát aki megnézi, hogy hogyan alakult a deficit, az hogy ment lefele, és akkor lezuhant. Ez volt 20-ban, 21-ben, 22-ben. 23-at írunk, most már ha decemberben is van az a költekezés, ami volt tavaly előtt, meg azelőtt, hát akkor ennél sokkal nagyobb lesz a deficit. De nem tudom, ugye ezt azt tudja, aki ott ül, azt se lehet tudni egyébként, hogy esetleg most van olyan taktika benne, hogy hát Istenem, most elszállt ez a költségvetés, de akkor legalább jövőre, januártól a 3%-os szint alatt lehet tartani, a nemzeti össztermék 3% alatt, mert jövőre már belép az az uniós szabály, amelyet, hogyha egy ország megszeg, nem a világ vége, előfordul néhány országod, akkor jönnek a Brüsszelből jönnek a laptopjukkal, és akkor elkezdenek kérdezgetni, hogy a magyar kormány, vagy a román kormány, a lengyel kormány mit akar csinálni. Na de ezt szeretnék elkerülni. Ez a hiány, ez ott marad? Tehát ezt átviszik, ezt a többi 4000 milliárdot? Ez a 23 az attól ott marad. És akkor a következő kérdés, hogy azt finanszírozni kell. Na most igazából az előző az csak szám. És akkor azt mondja a néző, hogy hát most számok, ez őket, ugye nem érdekli, de a költségvetés finanszírozása érdekel minket, mert már az első 10 hónapban 2000 milliárd forint, ha jól emlékszem, ment ki kamatfizetésre. És akkor ez a pénz, ez ugye kiszorít mást, hát kiszorítja a kátyúzásra fordítható pénzt, tehát ez már mindenkit érint, hogyha a költségvetési keretek azért lesznek szorosabbak, mert sajnos hát ki kell izzadni ezt a hatalmas terhet. És ez a teher nő, mert a kamatok a világban talán már nem mennek följebb, de amikor a korábban fölvette 2% mellett valamilyen hitelt, és az lejár, most fölveszik, akkor 6-7-8% mellett veszik föl mondjuk, ez megint tovább viszi a kamatokat. Tehát a következő évtől félek, meg az azután évtől félek, és hát ezért a költségvetésért felelős miniszternek, Varga Mihálynak hát főhet a feje most, mert elszállt a költségvetés megint. Hát sokak szerint több minden miatt fő most a feje, és hogyha már Varga Mihályt említette, volt itt a héten egy kormány átalakítás tulajdonképpen, ugye kedd éjszaka megjelent egy kormányhatározat, ami módosítja a kormány tagjainak a feladat és hatáskörét, tulajdonképpen a gazdasági kabinet éléről lekerült Varga Mihály, Nagy Márton viszi ezt tovább, Varga Mihály egyébként ki is került a kabinetből, van egy magyarázat, mégpedig, hogy egy új testület a költségvetési munkacsoport élére kerül. Szükség volt-e erre, azért volt-e esetleg szükség, amiről az előbb beszéltünk, mert rekordhiány van, és tényleg szükség van erre, vagy igazából Nagy Márton viszi most Magyarország gazdaságpolitikáját? Hát ezt a személyes részét én meghagyom az oknyomozó újságíróknak, akik megkérdeznek a 100 embert, aztán hát összeszedik az igazságot, mert az igazságot csak ott a várban, a várszínházban tudja meg valaki. De az biztos, hogy az a meglepő, hogy a gazdasági kabinetből kikerült a pénzügyminiszter, mert még mondjuk az én időmben mondhatnám így, annak idején a pénzügyminiszter volt a kabinet vezetője. És akkor ha van egy gazdasági miniszter, ipari miniszter, akkor az persze egy ilyen jogú tag, ott megvitatják a dolgokat, és úgy viszik a kormány elé. Tehát végülis a kormány dönt, de azért nem mindegy, hogy ugye egy bizottságban vagy nincs gazdasági ilyen kabinet. Amiben most bekerült Varga Mihály, az nem ilyen rangú bizottság, ahogy én látom. Tehát ez nem kabinet. Ez egy lefokozást jelent? Baka F. Zoltán újságíró azt mondta, hogy egy könyvelőnek fokozták. Hát szóval mindesetre van 4 darab kabinetje a magyar kormánynak, erről van papír, és van egy bizottság, vagy egy ilyen testület, amiben ő az elnök, és van benne 3 politikus. Tehát par excellence politikus van benne. Most azért, hogy ez jelentős vagy nem jelentős, ott van Rogán miniszter úr, aki nagyon sok funkciót lát el, az adatokkal kapcsolatos funkciókat is, akkor Gulyás miniszter úr, aki nyilván a miniszterelnöknek a közeli munkatársa, a Orbán, egy másik Orbán, ugye mondom a nézőknek, a politikai igazgató, a politikus, tehát 3 politikus és Varga, hogy ők ülnek ott, hogy a költségvetés rendben legyen. Na most azért én megnéztem ennek a gazdasági bizottságnak az ügyrendjét, az óriási, mindenre kiterjed a halgazdaság, a vadgazdaság, a kéményseprés, az atomkutatás, most nem tréfálkozom, hanem hát ez mind bele van odaírva.
ott ül az agrárminiszter, és minden gazdasági ügy átmegy rajtuk, de azért végén ezeket ki kell fizetni. És akkor ilyen értelemben én nem tudom, hogy ez ilyen hatalmas veszteség a szegény pénzügyminiszternek, hogy nem kell ott ülni a hal- és vadgazdasági témákban, hanem majd amikor elé kerül az a kérdés, hogy erre mennyit tud szánni, hát akkor azért, ha ő azt mondja, hogy van pénz, akkor van, ha nincs, akkor bemegy a kormány elé. De a HVG arról írt ma, hogy, mert ugye Varga Mihály azt mondta, hogy ő vétózni fog, hogyha, tehát él a vétójogával, de azt írja a HVG, hogy ez egy látszat ez a vétó, mert igazából nem vétózhat, ha ő úgy, két esetben vétózhat, ha formai vagy számtani szempontból hibás, tehát nem azért, mert mondjuk nem ért egyet a gazdaságpolitika irányával, mert itt el fog szaladni, hanem mondjuk egy számítási hiba van benne, vagy egy formai. Ugye valószínű, hogy egyik testület sem dönt a végső értelemben. Formailag a kormány dönt, tartalmilag a kormány fő dönt. De hát mondjuk az ő beküldhet egy cédulát, hogy kedves elnök úr, erre nincs pénz. Hát ha nincs pénz, akkor az elinyomós érv. Vagy pedig hitelt kell fölvenni, és most a kamatszint, tudom én, 8,5%. Hát akkor ez csak elgondolkoztató tényező. Tehát én nem tudom ezeket a hatalmi játszmákat, nem tudom. Az biztos, hogy innentől kezdve, ugye a nagy miniszter úr, aki egyébként elég agilis férfiú, ugye ő most előre jött, és hogyha hatalmas sikereket ér el a magyar kormányzat, mert nem az ország, hát az ország dolgozik, ahogy bír, hanem a kormányzat valamint, akkor ő majd el fogja mondani, mert most úgy látom, ő a jó híreknek a bemondója. No, van még egy témánk, mondtam, hogy sok témánk van. Varga Mihály részt vett ma az Ecofinon, és egy bejelentést is tett. Azt mondta, hogy az uniós pénzügyminiszterek elfogadták Magyarország módosított helyreállítási tervét, ez azt jelenti, hogy jöhetnek a pénzek. Ma már erről volt szó, hogy tulajdonképpen lássunk tisztán, milyen pénzek jöhetnek most. Itt egy előlegről van szó, de a pénz nem ettől jön, hanem hogyha elfogadják ezt a bizonyos 27 mérföldkövet, mi így értelmeztük. Ön ezt hogy értelmezik? Igen, tehát az Ecofin az a nemzetállamok vannak, országok vannak képviselve, és ezek szerint ő képviseli azért Magyarországot, azért lényeges, ez egy lényeges ügy, és elfogadta nem csak a magyart, elfogadta a másik 13-at. És akkor azt mondta, hogy befogadja ezeket a programokat, nagyon jó kis programok, és jó, erre a pénz félre van téve, a magyar ügy azért sajátos, mert ugye sokszor elmondták már itt is ennél az asztalnál, hogy a jogállamisági fenntartások miatt a dolog egyáltalán nem úgy van, hogy akkor most már megindul a pénz, megindul az előleg. Hát bocsánat, más országoknál, hogy említette, hogy még 12-13, ott elindulhat, nálunk nem indulhat el, mert van a jogállamisági eljárás. Óriási különbség, hogy a rengeteg pénz elindul, és akkor számlákat be lehet küldeni, nem, itt az előleg jön meg, és az előleghez nem tartozik lényegében semmilyen jogi feltétel. A nagy pénzhez tartozik az a halom mérföldkő, és azt ki kell majd pipálni, na most a bürokrácia elkezdi nézegetni, ki fogja egy idő múlva pipálni, vagy visszaküldi, hát ezt én nem tudom. Én is mindig nézem a elemzéseket, elolvasom, hogy ki mit ír róla, nem tudjuk, mert a végén azért ez egy hatalmi kérdés, vagy politikai kérdés, mert a tagállamoknak a pénzügyminiszterei kell, hogy eldöntsék, hogy az a jogállamisági ügy rendben van, a pénzük biztonságban van-e, és úgy érzik, hogy biztonságban van, akkor megindul majd maga a pénz áram. Most azért csepegtetik, és ezért lehet ez taktika. És én megnéztem a forintot, hogy a pénztulajdonosok ezt milyen hírnek vették. Hát semmilyennek. Tehát nem lett belőle a forint valami nem szárnyalás. Nem, hát azt mondták, hogy jó, hát az előleghez hozzáfér majd januárban, februárban az első feléhez, majd júniusban a második feléhez a magyar kormány. Tehát mindig ott van a remény, hogy a pénz megjön. De ez azt is jelenti, hogy még mindig magyar kormánnyal szemben az eljárás megy, és nem ért, egyáltalán nem ért véget. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy meghívott.